Hello mindenkinek, élőben a Restartot látjátok, jó magam a Vendi vagyok, és szokásos informatikai körülbelül egy óránk fog következni. Itt a Fix TV csatornáin, nem véletlenül mondom többes számban, hiszen a Facebookon is, a weboldalunkon is nézhető az adásunk. Sőt, ugye a különböző szolgáltató kínálatában is megtalálhatóak vagyunk. Kábeltévén, az éterben, meg gyakorlatilag mobilon, tábla, mindenhol, okos tévén is nézhető az adásunk, úgyhogy bátran, bármelyik platformot választjátok, én ott leszek. Úgyhogy vannak elérhetőségeink a képernyő alsó részére, már ki is pattintotta őket a Balázs, úgyhogy ezeken keresztül tudjátok felvenni a kapcsolatot velem. Telefonáljatok, skype-oljatok, facebookozzatok, Facebookon ugye a videó mellett, hiszen ott is sugározzuk ugye az adásunkat, Facebook Live, ott is lehet írni nekünk, én ezeket figyelni fogom természetesen a legfrissebb hírek, újdonságok után. Bele is vágunk akkor a műsorba. No kérem szépen, brutális kapacitású, nem felejtő DDR4-es memória modulokat ad ki az Intel. Talán már erről lehetett hallani korábban, hogy használják ezt az úgynevezett Optane technológiát, a DIMM RAM-ok, DIMM memória modulok tömeggyártása során, amely ugye a hagyományos RAM modulokhoz hasonlóan közvetlenül a DDR4-es foglalatokba illeszthető egység, amelynek az a különlegessége, hogy a merev lemezhez, illetve az SSD-hez hasonlóan nem felejtik el a tartalmukat, ha a gépet kikapcsolják. Ráadásul durván nagy kapacitásúakat is piacra fognak most belőle dobni. Tehát igazából nem is a RAM-ról beszélünk, hanem valamiféle tároló kapacitásról. Konkrétan 128, 256, illetve 512 gigabájtos kapacitásban érhetőek ezek el, amelyeket ugye a gépbe a modulok segítségével fel lehet tölteni, ugyanúgy, mint a memóriákat. Ezeknek a feltöltése esetén 1 terra, 8 slotban pedig akár 4 terabájtnyi operatív jellegű memória kialakítására is lehetőséget ad. Tehát úgy képzeljétek el, hogy egy olyan memória modul, ami egyben memória is, és egyben SSD is. Ha? Tehát, hogy all in one, ha így nézzük. Bár ilyen kapacitás kihasználására nyilván egy átlagos otthoni vagy irodai felhasználónak nem nagyon van szüksége, de még egy közepes szerverben sincs túl sok értelme, mondjuk egy nagyobb szerver esetén már talán igen. A különlegesen nagy adatmennyiséggel dolgozó adatbázis kiszolgálók működését azonban durván begyorsíthatják az új modulok, amik a RAM-hoz közeli sebességet kínálnak a tároló kapacitás megőrzési képességével párosítva. Tehát gondoljátok csak el, ugyanolyan gyors majdnem, mint a memória, valószínűleg egy picikét lassabb, de ezáltal viszont iszonyú sok tárhelyet is kaptok a memória mellé. Csak kíváncsiság kedvéért megmutatom nektek, hogy hogy néz ki egy ilyen modul. Nem, mint hogyha olyan különleges lenne. Hát úgy néz ki, mint egy memória modul gyakorlatilag, amit úgy be kell illeszteni a memória slotba. Csak annyi a különbség, hogy nem csak olyan romok találhatók rajta, amik ugye a memória címzés tárolására kellenek, hanem ténylegesen meg is tartják ezeket, tehát akár csak ahogy az SSD-ken található kis modulokon látható ez. Ezen kívül az új Optane DC Persistent Memory modulok a szerverek rendelkezésre állási idejének növelésében is segíthetnek, miután az eddig percekig tartó újraindulási folyamatukat mindösszesen másodpercekre csökkentik le. Az adatok megőrzésének képességével ugyanis szükségtelenné válik azok újra betöltése a viszonylag lassú háttértárakról egy esetleges újraindítás után. Az Intel szerint az új spéci modulokat egyelőre egyes kiemelt partnerei számára teszik elérhetővé, de a jövő évtől kezdődően bárki hozzáférhet majd ezekhez, tehát ténylegesen piacra dobják. A termék árazásával kapcsolatban egyelőre nem közölt információkat a gyártó, valószínűleg nem lesz olcsó mulatság, legalábbis kezdetben. De hát ha lejjebb megy az ára, akkor majd ugyanúgy bekerül gyakorlatilag az asztali gépekbe főleg, bár szerintem egy idő után ezt simán lehet majd a laptopokban is felfedezni. Egyébként laptopokban, meg asztali gépekben is már most is vannak ugye az M.2, vagy ugye a PCI Express
alapokra épülő SSD-k, amik szintén nagyon brutális kapacitással, illetve legalábbis olvasási, írási sebességgel bírnak. Kapacitás az persze csak pénztárca kérdése, mert létezik ezekből is most már több terabájtos is, csak hát azért azoknak az ára az még kicsit mondjuk úgy, hogy a felhők fölött jár. És ha már az Intelnél tartunk, akkor pár héttel ezelőtt beszámoltunk ugye egy jubileumi processzorról, amely az Intel X86-os technológiájának a 40. születésnapja alkalmából, vagy a 40. évfordulója alkalmából kerül kiadásra. Ez egy igazi csúcsprocesszor lesz, már akkor is volt róla szó, hogy a 8086K elnevezésű processzor, egy i7-es, tehát Core i7 családot bővítő processzorról van szó, amelynek az a különlegesség, hogy az óra jelét brutálisan megemelték, 5 GHz-en pörög, és manuális túlhajtás nélkül teszi mindezt, de túl lehet hajtani, hiszen ugye K-s processzor, tehát még tovább lehet hajtani, ha valaki szeretné még ennél is nagyobb óra jelen működtetni. A processzor a napokban felbukkant két online hardware kereskedés oldalán is, a megjelent információk pedig megerősíteni látszanak, hogy a korábban LGA 1151-es foglalatot ugye satszoltak neki, hogy valószínűleg ebbe lesz illeszthető. Ez úgy néz ki, hogy ez így is van. Azonban csak, hogyha ebbe a foglalatba illeszti valaki, akkor 4 GHz-en fog pörögni az órajele, és csak erős terhelés közben fog majd 5 GHz-re felpörögni az óra. A processzor saját turbo boost mechanizmusa révén. A lapkában összesen 6 darab fizikai mag lesz megtalálható, ugyanakkor hyperthreading is van benne, tehát összesen 12 szálon tud majd dolgozni párhuzamosan a számítógép. A chip grafikus áramköre egy Intel HD 630-as lesz, tehát gyakorlatilag grafikai integrációt is kap. Az egyik bolt ráadásul még az árát is megjelölte, nem is annyira vészesen drága egyébként, olyan $480-ban határozták meg, ami ha átszámoljuk olyan 135 ezer forint környékén van. Utóbbi nyilván a kereskedésenként eltérő lehet majd, de nagyjából reálisnak tűnik annak tükrében, hogy a jubileumihoz legközelebbinek tekinthető és már kapható, ugye i7-es, mondjuk a 8700-as, tehát a 8. generációs K, szintén K-jelölésű processzor, ennél $70-ral kerül kevesebbe, tehát nagyjából ez az ár, ez olyan reális. Az Intel egyébként hivatalosan még nem jelentette be az új procit. Jövő héten tartják ugye a szokásos éves nagy bejelentő konferenciájukat, kínótjukat, ez június 5-én lesz majd, ekkor fogják nagy valószínűséggel bejelenteni ezt a jubileumi 8086K elnevezésű processzorukat. No kérem, tegnap beszámoltunk róla, ugye, hogy mik a világ legnagyobb vállalatai, és gondolom sokaknak feltűnhetett, hogy ezen a listán a Microsoft megelőzte a Google-t. És hát Satya Nadella, ugye a Microsoft vezére, ezzel kapcsolatban nyilatkozott is. A Microsoft jelenleg több fronton is támad, drágább, olcsóbb számítógépekkel, játékkonzolokkal, különböző platformokra készült applikációkkal, felhőszolgáltatással, STB. E több lábon állás pedig kifizetődőnek tűnik, egyre értékesebbé válik ugyanis a cég olyannyira, hogy immáron többet ér, mint a Google, illetve a keresőóriás ernyővállalata az Alphabet. Erről pedig a Microsoft, vagy ettől pedig ugye a Microsoft vált a világ harmadik legértékesebb cégévé. A pénz nyelvére lefordítva a Microsoft jelenlegi értéke $753 milliárd becsülik, míg például az Alphabetét $739 milliárd. Korábban is így állt a dobogó harmadik fokán a Microsoft, azonban 2012-ben a Google letaszította onnan. Jól tette, aki bízott a Microsoftban. Az elmúlt 4 évben ugyanis megduplázódott a Redmondi vállalkozás részvényeinek értéke, és a 40 éves vállalkozás igazi modern
high-tech ikonná vált. A lista második helyén, nem is nagyon elhúzva a Microsofttól, az Amazon áll 782 milliárd dollárra, amíg a világ legértékesebb cége továbbra is az Apple, aki jelenleg 923 milliárd, ami jelenleg 923 milliárd dollárt ér. Ugye a tegnapi statisztikában azt mutattuk meg, hogy mennyi bevétel tudott egy év alatt összekaparni magának, illetve az előző évhez képest ez mekkora növekedést jelent. Tehát itt most a konkrét cég értékekről beszélünk, ott egy picit más a mutató, ebben megelőzi a Google a Microsoftot. Viszont a széles portfólió mindenképpen a Microsoft mellett szól, a Google és az Apple sokkal egyoldalúbbak, a Google bevételeinek 90%-a ugyanis hirdetésekből adódik, az Apple pedig ugye az iPhone értékesítésekből szedi össze bevételeinek 60%-át. A legutóbbi pénzügyi jelentés szerint a Microsoft a Windowsból, a Surface hardverekből, illetve az Xboxból termel 35%-nyi bevételt, a felhőszolgáltatások is 30% felett hoznak, és hasonló a helyzet az Office-szal és a termelékenységet segítő egyéb termékekkel, amiket az Office családba sorolnak. Ugye ide gondolom itt a víziót, vagy a projektet, ami igazából szintén az Office palettát szélesíti. Ezek hozzák a Microsoftnak a legtöbb bevételt. A konyhára Nokia. No kérem szépen, a Nokia bemutatta legújabb megfizethető áru mobiljait, az HMD Global frissítette a tavalyi olcsó Nokia készülékeket is, erősebb és még olcsóbb készülékekkel rukkoltak elő, Moszkvában kérem szépen, ott volt a bemutató. A Nokia a tavalyi nagy visszatérésével nem csak a 3310-es készüléket hozta vissza, hanem egy sor másik mobilt is. Ezek között volt a középkategóriás Nokia 2-es, Nokia 3-as, illetve Nokia 5-ös készülék is. Az HMD Global pedig egyértelművé tette, hogy ezeket a mobilokat is frissíteni fogja. Erre egészen mostanáig kellett várni, a cég ugyanis a napokban Moszkvában lerántotta a leplet az új készülékekről. Persze, amikor egy gyártó egyszerre több olyan készüléket is futtat a piacon, amelyek nevében ott van egy szám, és azok nem egymás utáni sorrendiséget jeleznek, nagyon nehéz a frissítést végrehajtani. Az Apple egyszer futott bele ebbe a hibába, bár ők nyilvánvalóan nem direkt, és a probléma is csak Magyarországon volt érzékelhető, az iPhone 4 esetében volt. Magyarázkodni kellett ugyanis, hogy akkor most az iPhone 4-esről, vagy az iPhone 4S-ről van szó, mert hogy ugye hát ugye a 4-et azt 4-esnek is szoktuk mondani, és a 4S az pedig ugye hát 4-es. Az HMD ezért úgy döntött, hogy egyértelműsíti, hogy melyik készüléke kihez milyen újdonság tartozik, és erre egy fajék egyszerűségű megoldást találtak, méghozzá a tizedes veszőt, vagy hát a mi esetünkben ugye lehet pontot is nevezni. Így lett a tavalyi Nokia 2, 3, illetve 5-ös verziójából 2.1-es, 3.1-es, illetve 5.1-es, ami majd fejfájást fog okozni, ha esetleg a következő 10 évben is kiadnak készülékeket, mert utána mi fog következni? Tehát ha mondjuk, mit tudom én, Nokia 2.10-es, egyébként miért nem? Ez nem is olyan gáz, nem? Tehát most mi a baj? Miért csak egy tizedes veszőig kell számolni? Nyugodtan a 9-es után jöhet a 10-es. Meg a 11-es, meg a 12-es. Még volt 3.11-es Windows is, nem? Tehát, hogyha úgy nézzük, szerintem ez senkit nem fog megzavarni. Na, de nézzük, miket tudnak ezek a készülékek. Kezdjük az 5.1-es Nokiával. A készülék 1080x2160 pixeles Full HD Plus felbontással érkezik. 5,5-szoros IPS LCD kijelzőt kapott, amely jelentős előrelépés a tavalyi 5,2-szoros képernyőhöz képest, 18:9-es lett ugyanis a képarány, természetesen Gorilla Glass bevonat van rajta, tehát olyan üveggel védik. Mindez alumínium házban van, új lenyomat olvasó pedig a készülék hátuljára került, fölötte pedig egy 16 megapixeles kamera található, 8 megapixeles az előlapi kamerája, és elég durva 84,6 fokos látószöggel bír a selfie kamera. Néhány fontosabb ismertető még. Micro USB csatlakozója van, ez mondjuk meglepő 2018-ban.
2970 mAh az akkumulátora, van rajta jack csatlakozó, FM rádió is került bele, és hát a szokásos Wi-Fi, Bluetooth, GPS kommunikációs lehetőségek benne figyelnek. A mobilból kétféle változat is készül, a processzor mindkettőben 2 GHz-es, 8 magos MediaTek Helio P18-as, 2 giga RAM-mal és 16 gigás tárhelyel ellátott verzió lesz az egyik, a másikban 3 GB RAM és 32 GB-os tárhely kerül. Az árakról most így nem nagyon beszélnék, forintba átváltva nagyjából 50 és 60 ezer forint között lesznek ezek a készülékek, tehát ténylegesen ugye ezért is mondtam, hogy ezek az olcsóbb kategóriás, de mégis jó minőségűnek számító készülékek, természetesen mind a kettő bővíthető SD kártyával. Nézzük a 3.1-es verziót, ugye ez gyengúszabb egy picit. Ennek a kijelzője 5,2 colos IPS, 720 pluszos kijelző. A fejlesztők szerint teljesítményben jelentősen erősödött a mobil, 50%-kal lett jobb, hála a 8 magos MediaTek 6750-es processzornak. A hátlapra 13 megapixeles kamera került, az előlapra 8 megapixeles, és ebből is kétféle verzió van, ugyanazokkal a konstrukciókkal, mint az 5.1-es esetén, 2 giga RAM, 16 giga tárhely, 3 giga RAM, 32 giga tárhely, SD kártyával való bővítési lehetőség ebben is lesz. 2.1-es Nokia, no hát ez lett a legolcsóbb változat, itthon 40 ezer forint alatt hozzá lehet majd jutni. 5,5 colos képernyője van, tehát ahhoz képest, hogy olcsóbb, elég nagy kijelzője van. 16:9-es arányú, viszont 720p-s, tehát hogy HD kijelzője van. Szerintem egyébként egy mobilon elég, ha csak nem akar valaki VR, nem akarja valaki VR-ra használni, azt gondolom, hogy 720p-s bőven megteszi. Snapdragon processzor került viszont bele, 425-ös, 1 giga memória és 8 giga tárhely van benne, és természetesen SD kártya olvasó, hát illetve foglalat is van menet, tehát igazából az a 8 giga tárhely ez bővíthető, de az az 1 giga RAM az azért nagyon kevés, tehát nagy valószínűséggel Android Go fog rajta futni, ha minden igaz. Viszont annak köszönhetően, hogy egy ilyen nagyon energiatakarékos, ugye a Snapdragonnak a 400-as széria, ez egy iszonyú energiatakarékos processzor, ennek köszönhetően 2 napos működést tesz lehetővé egy ekkora képernyővel a készülék, úgyhogy ennyi. Hát a kamerája is gagyeszkóbb, a háttér, hát hátsó kamera az 8 megapixeles, az előlapi kamerája 5 megapixeles, tehát ez igazából tényleg egy ilyen belépő szintű modellnek tudható be. A készülékek közül, ahogy az előbb is mondtam, a 2.1-es az Android Go Oreo-t fogja megkapni, míg a 3.1-esen és az 5.1-esen az Android 8.1-es Oreo verzió lesz elérhető. Utóbbi esetében az HDM 2 évnyi szoftver frissítést és 3 évnyi biztonsági frissítést ígér, tehát lesz hozzá frissítés mindenképpen, nem úgy, mint jó néhány gyártó esetén, hogy ilyenekről hírek sincsenek, vagy egyáltalán a gyártó mit ígér. Itt kapásban megígéri a Nokia, úgymond, hogy frissíteni fogja folyamatosan a készülékeit. Júniustól lesz világszerte elérhető, tehát igazából elég gyorsan megérkeznek ezek a készülékek. Egy-két képet mutatnék róluk, illetve egyet, ami mindegyik rajta van talán. Nem tudom, ez melyikre vonatkozik. Hát itt a Nokiaik nem nagyon foglalkoznak, legalábbis a középkategóriás készülékeik esetén a széltől széligérő képernyővel, de szerintem ez nem is annyira baj, vagy nem tudom, egy 50 ezer forint környéki, vagy az alatti telefon esetén azért ne legyenek már nagy elvárásaink. Ahhoz képest egyébként nem rosszak ezek a mobilok. Úgyhogy ennyi. Menjünk tovább. A vírus fenyegetheti a bankszámláinkat. Hát ugye ez egy örök hír, amire mindenki felkapja a fejét, és hogy valóban mit is lehet ez ellen csinálni, erről essék egy-két szó. A banki kártevők, vagy másnéven bankerek népszerűsége az elmúlt években csökkent a kiberbűnözők körében, főleg azután, hogy az antivírus gyártók és a böngészők fejlesztői kiemelt figyelmet fordítanak a trójai programok elleni védelemre. Ennek eredményeként a kiberbűnözők olyan más típusú kártevőkre fókuszálnak, mint a zsarolóvírusok, a kriptobányász programok, illetve a kriptovaluta lopó megoldások.
Az ESET szakemberei viszont nemrégiben felfedeztek egy új banki kártevő családot, ami innovatív technológiával képes manipulálni a böngészőket a böngésző tevékenység kifürkészéséhez szükséges bonyolult befecskendezéses eljárással, code in action, hogyha ezt így szépen angolra fordítjuk, vagyis hát az angol eredetileg így kell mondani, csak magyarul hát valahogy így lehet lefordítani, befecskendezéses eljárás. Ehelyett az új kártevő ugyanis a Windows üzenetláncait vizsgálja, és az azokban lévő online banki tevékenységekre utaló jelek után kutat. Tehát a Windows értesítésekkel férkőzhet be. A kártevő veszélye, hogy a kód nem függ a böngésző architektúrától és verziójától, hiszen ugye a Windows értesítését használja. Az egyetlen kód minden böngészőben képes futni. A kártevő az online bankolás észlelése után a felhasználó tudtán kívül egy rosszindulatú JavaScript-et tölt be az aktuális weboldalra a böngésző JavaScript konzolján keresztül, vagy pedig észrevétlenül közvetlenül a címsorba teszi ezt be, és hát ugye sokan nem figyelik, vagy ha figyelik is, akkor általában ugye a címsorban ilyenkor ilyen nagyon hosszú karaktersorozatok szoktak lenni, amikor irányítgat át egy oldal, mondjuk egy banki oldalra, és hát ha abba megbújik valami, ami esetleg nem odaillik, azt úgy legyünk őszinték, ki szokta figyelni. Régebbi mintákban a program beilleszti a vágó lapra a rosszindulatú szkriptet, és szimulálja a fejlesztői konzol megnyitásához szükséges billentyű kombináció leütését, ugye a Shift Control J-t, Chrome-ban Shift Control K, Mozilla-ban pedig a Shift, vagy mi ez a Control, Control V, igen, Control Shift K, az a Mozilla-ban, a Chrome-ban a Shift Control J, és a Ctrl V használatával illeszti be ugye a vágólapra, tehát gyakorlatilag egy makrovírusról beszélünk, egy makroszerű vírusról beszélünk itt ebben a formában. Majd ugye kiadja a konzolnak ezt végrehajtásra. Végül a rosszindulatú program továbbítja a konzol bezárásához szükséges billentyű kombinációt is. A böngésző ablak a folyamat során láthatatlan, így az átlag felhasználónak úgy tűnik, mint a simán csak böngészne, illetve egy pillanatra talán megáll a böngészője gondolkodni, de hát az az igazság, hogy a banki tranzakció során egyébként is egy picit gondolkodik a böngésző, tehát ezért nehéz észrevenni. Ezután a banki kártevő lefuttat egy meghatározott szkriptet minden megcélzott bank felé, mivel a minden banki oldal más-más forráskóddal és változókkal rendelkezik, ezeket a szkripteket olyan oldalakba fecskendezik be, amiket a rosszindulatú program átutalási kérelem indításaként azonosít, tehát például egy bank közüzemi számla elutalása is problémás lehet, ha valaki egy ilyen vírust összeszed. Így módon a kód parancsfájlok, a befecskendezett parancsfájlok titokban helyettesítik az eredetileg címzett bankszámla számát egy másikkal, és amikor az áldozat gyanútlanul elküldi az utalást, a pénz igazából a támadó számlájára megy, nem pedig oda, ahova ő eredetileg szerette volna. A jogosulatlan fizetésekkel szembeni védelmek, mint például a kétfaktoros azonosítás, itt nem segítenek, mivel a tulajdonos saját maga indítja el a manipulált átutalást. Tehát magyarul igazából nem veszed észre, de a háttérben átírja a bankszámla számot, amire te utalni szeretnél. Tehát, hogy hiába azt látod, hogy te arra bankszámlára szeretnél utalni, amire utalsz, ez azért veszélyes egyébként, tehát tényleg nagyon figyeljünk oda erre, mert nem veszed észre, hogy átírta, illetve észreveszed, mert nagyon megnézed, hogy ott más a bankszámla szám. Tessék mindig megnézni azt, hogy a magyarországi bankszámla számok, most nem akarok hülyeségeket beszélni, hogy mivel kezdődnek, de azt hiszem mindig 117-tel kezdődnek talán, ugye? Nem tudom fejből most így, de lehet, hogy hülyeség. Mondom, mindegy, nézzétek meg, hogy ahova szoktatok utalni bankszámla számok. Ezeket jegyezzétek ki magatoknak, és amikor utaltok, akkor tényleg hasonlítsátok össze, hogy valóban arra a bankszámlára küldje. Tudom, nagyon sokan azt szokták csinálni, hogy bejelölik az ilyen online felületeken, beteszik kedvencek közé vagy valami, és akkor csak rákattint, és már megy is tovább az utalásra, és ugye kinézi végig azt az iszonyú hosszú folyószámla számot, amire utalsz. Hát senki. Már pedig meg kéne nézni a jövőben ezeket is, mert ha ezek a makrovírusok átírják szépen ezeket a számokat, akkor bizony oda fogja utalni, és nem pedig oda, ahova te szeretnél. Aztán csodálkozó, hogy a közüzem szolgáltatód majd küldi a felszólítást, hogy nem fizetted be a villanyszámlát, miközben te befizetted, csak éppen nem nekik.
Tehát, hogy erre azért figyeljünk. Hogyan terjed? A banki vírus rosszindulatú spam kampányok során terjed. A levelekben hamis JavaScript letöltő található, amelyet gyakorlatilag e-mail csatolmányként érkezik. A spam kampány egyelőre csak lengyel felhasználókat céloz, de nagy valószínűséggel hamarosan hozzánk is megérkezik. Az eszet védelmi megoldásai már felismerik és blokkolják az úgynevezett Win32 per Backswap nevű trójait. Annak is az A variánsa az, ami jelenleg terjed, és a vírusvédelmet szakemberek a böngésző fejlesztői felé is eljuttatták, innentől kezdve valószínűleg a következő böngésző frissítéskor már erre is fog tudni figyelni a böngésződ. A kártékony védekezéshez a naprakész vírusvédelem mellett érdemes lehet valamilyen JavaScript blokkoló, illetve ellenőrző kiegészítőt is telepíteni, valamint fontos, hogy a kéretlen üzenetekkel szemben egészséges gyanakvással éljünk, tehát ha kapunk e-mailben a bankunktól, vagy legalábbis az állítólagos bankunktól valamiféle üzenetet, és az mellékletet is tartalmaz, akkor bizonyosodjunk meg róla, hogy ez valóban a mi bankunk küldte. Jó? Tehát az e-mail cím nagyon fontos, hogy honnan érkezett. Mondjuk lehet hamisítani azt is már, tehát elég necces. Olvassuk végig a szöveget. Általában a bankok nem csak egy mellékletet szoktak odahányni, hanem szép dizájnos formában, általában hosszú kísérő levéllel, sőt, normálisabb bank esetén rendes megszólítással, tehát az ügyfél megszólításával egyetemben küldik az üzenetet, és általában értelmes szöveget küldenek el benne. Valami felhívják a figyelmet, vagy ilyesmi. Akkor éljünk gyanakvással, amikor nincs megszólítás, vagy hát annyi, vagy kedves ügyfél, vagy valami. Hát most bocs, de tudják már nevet, ha nekem küldenek e-mailt, nem? Tehát, hogy, és mondjuk értelmetlennek tűnő mondatok vannak, vagy vannak benne helyesírási hibák, akkor az legyen gyanús. Egy bank, tudom, mert van rálátásom egy picit a bankok működésére is ilyen módon, technikai szempontból is, meg úgy egyébként, biztos vagyok benne, hogy mielőtt kiküldenek egy levelet, pláne egy hírlevelet, amit mondjuk sok előfizetőnek kiküldenek, az biztos, hogy elolvassák 80-szor, abban nem lesz helyesírási hiba. Vagy legalábbis, ha véletlenül egybe is csúszik, azért általában az ilyen spamek esetén ott sokkal több helyesírási hiba szokott lenni. A bank e-mail címe is teljesen más valami. Érdemes megnézni esetleg a forrást, ezt is le lehet kérdezni a legtöbb webmailben is, hogy honnan érkezett a levél. Tehát ha mondjuk látjuk, hogy valami külföldi szerverről érkezik, az biztos, hogy nem a bankunktól jött. Jó, még hogyha az e-mail cím meg is van hamisítva. Tehát azért az látszik, hogy általában egy banknak milyen úgynevezett hostjai vannak, amikről e-maileket szoktak küldeni. Az előző levelekkel érdemes összehasonlítani, amit szintén a bankunktól kaptunk. De lehet ez a közüzemi szolgáltatónk is, hogy bármelyik ezekre mindenképpen figyeljünk oda. Nagyon sok ilyen álhírlevél van mostanában, amely tartalmaz ilyen kártékony kódokat. Tehát tényleg csak óvatos. Én nem erre tenteni akarok senkit félreértést, ne essen, hogy nehogy itt véletlenül online intézzük a bankügyeket, mert dehogy nem. Tehát ettől szép az internet, hogy már ilyeneket is meg lehet csinálni, és nem kell sorbálni a sárga csekkel a postán, hanem csak tessék odafigyelni, hogy hova kattintgatunk, mert bizony banki információkat, illetve ez egy nagyon érzékeny terület, tehát a különböző vírusok erre is szakosodnak bizony, hogy bizony ezeket a banki információkat elhappolják, vagy a háttérben olyan cselekedeteket csinálnak, mint itt is, hogy átírják mondjuk a folyószámla számot, és máshova utalják a pénzt. Máshova utalod te a pénzt, mert nem veszed észre, hogy az át van írva az a cím. Tehát mindenképpen érdemes feljegyezni azokat a folyószámla számokat, amikre utalsz. Hiába van benne a kedvencek között, még egyszer mondom, mert én is úgy utalok már rutinból, hogy csak kijelölöm, hogy kinek adót, ez az nyugdíjpénztár, mit tudom én, ilyen telefonszámla, olyan, mit tudom én, szolgáltató számla, stb. És csak kijelölöm, beütöm az összeget és küldöm, sőt van, ahova ugye összeget se kell ütni, mert azt is meg lehet adni, mondjuk az adó kata esetén ugyanannyi mindig, tehát most minek írjam be mindig pluszba a dolgokat, amikor magától ezt megcsinálja a rendszer. Sőt, megcsináltam teljesen automatizáltan is amúgy. Lehet, hogy az lenne a célszor az ilyen esetekre amúgy, bizonyos helyzetekben. Ha tudod, hogy mi az az összeg, és le lehet automatizálni, hogy mindig el kell utalni, akkor célszerű leautomatizálni, mert akkor nem kell neked beavatkozni, és innentől kezdve
nem véletlenül sem mehet az, hogy ott átírják egy vírus mondjuk átírja esetlegesen a folyószámla számot. No, tegnap beszéltünk arról, hogy ugye az építőipari munkások panaszkodtak, hogy a robotok elveszik a munkájukat, de mennyire szeretnék azt azért, hogyha robotok végeznék a munkát, mert hát milyen nehéz a nehéz fizikai munkáról beszélünk, természetesen megértjük a problémát. Na most nézzük egy másik helyzetet, mi van akkor, hogyha a robotok elveszik a házi munkánkat? Mennyire szeretünk mi takarítani, felmosni, mosni, STB, mert hogy ugye ezeket is a robotok tudnák már egyébként helyettesíteni. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem és a Torontói Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan metódust, amivel összetett házi munkákat úgy bonthatnak le egyszerűbben értelmezhető feladatokra, hogy azokat egy mesterséges intelligencia is képes legyen megtanulni. Az emberektől eltérően a gépagynak ugyanis meggyűlik a baja az olyan látszólag egyszerű feladattal is, mint például egy adag kávé lefőzése, vagy akár a beágyazás. Hát hiszen gondoljuk csak el, hát hogyha nem mindig úgy hagyjuk az ágyunkat, meg nem mindig ott van az a kávés bögre, hát azt neki meg kell tanulni, hogy az esetleg máshol van, vagy alkalmazkodni kell. A kutatók által fejlesztett Virtual Home nevű szimulációs rendszer célja, hogy Virtual Home célja, hogy a robotok több részfeladatra lebontott ezernyi házi munka elvégzésére is képesek legyenek a jövőben, akár a szemét kihordástól kezdve a teregetésig. A robotok először virtuális környezetben tanulják meg az adott feladatot, majd később jöhetnek a valós életbeli tesztek. Ennek létrehozására azért volt szükség, mert a fejlesztők szerint szabadon nem tudnának hozzáférni az algoritmus edzéséhez szükséges, elegendő mennyiségű beviteli adathoz, például a házi munkák végrehajtásáról szóló videóhoz. Tehát, hogy most azért, mert megmutatunk egy videót a robotnak, még nem fogja tudni 100%-os pontossággal azt lemásolni. Vagy ha ott áll mögöttünk és figyeli, hogy mit csinálunk. Az sem működik ebből a szempontból, ezt sajnos bele kell programozni. Tehát a robot nem úgy tanul, mint az ember, hogy bár egyébként a mechanizmus nagyon hasonló, csak ugye neki bulinek van. Tehát, hogy másképp működik kicsit. Tehát, hogy a logikai kapocsokat keres mindenbe. Az ember meg nem annyira logikusan teszi a dolgát. Tehát nincs abban logika, hogy most melyik zoknit vesszük ki először a szennyes tartóból. Nem? Ahogy jön. A robot meg ebbe is logikát keresne. És akkor ezért nem működik, mert most a fehéret vegyük ki, vagy a feketét vegyük ki, és akkor ott megállt a tudomány, mert mi alapján dönti el? Tehát, hogy oké, létezik random generátor, de az meg jobb, hogyha nincsen az ilyen eseteknél, mert akkor meg pont, hogy nagyobb bajt lehet okozni, mert van, amikor viszont kell, hogy logikusan döntsön. Akkor, ha random dönt, akkor meg viszont pont, hogy bajt okoz. Tehát nagyon nehéz ez a folyamat, tehát azért sokszor halljuk itt meg, most már sok mindent helyettesítenek a robotok, meg mesterséges intelligencia, meg öntanulás, meg nem tudom, de azért ez egy nagyon bonyolult folyamat, ha így belegondolunk. Például egy ilyen házi munka esetén, ugye nem tudom, ki szokott házi munkát végezni, én azért néha szoktam, de tény, hogy biztos, hogy vannak nálam sokkalta jobb házi asszonyok, akik sokkal jobban végzik ezeket a munkákat, mert én bevallom őszintén, ez egy kicsit suta vagyok, egy csomó mindenhez. De hát, hál' Istennek van olyan, aki ezt megoldja helyettem, vagy mellettem, vagy a segítségemre van, vagy valami. Na de innentől kezdve a robotnak is meg kell ezt valahogyan tanítani. És hát ugye az nem jó, hogyha egy robot sután csinálja ezeket a dolgokat, ha már csinálja, akkor csinálja profin, nem? Az algoritmusok edzéséhez használt szimulációs környezet, az úgynevezett Unity nevű játékmotorban hozták létre a kutatók, és leginkább a Sims nevű játékra hasonlít, az is erre a motorra épül egyébként. A gépagy tanuló szobájában sosem érnek véget az elvégzendő feladatok, így a legtöbb ember számára vélhetően inkább egy horror játéknak tűnhet ez a szimulációs környezet. Az elvégzendő feladatot akcióval, tárgyakkal, irányjal írják le először a fejlesztők, például egy asztal megterítéséhez ezt a művelet sort kell végrehajtani a robotnak, figyelj. Menj a vitrinhez, nyisd ki a vitrint, fogd meg a tányért, menj az asztalhoz, ragd le a tányért. A fejlesztés jelenlegi állapotában egy avatár ezernyi különálló akciót tud végrehajtani 8 különböző környezetben, beleértve a nappalit, a konyhát, vagy akár az irodát is. Tehát, hogy azért itt mindent meg kell tanítani neki.
Például azt is, hogy hol a vitrin, ha egyáltalán van vitrin. Mert nálam például nem vitrinben vannak a tányérok, hanem a konyhaasztalban, vagy a, mi az, a konyha szekrényben vannak, az nem vitrin. Tehát, hogy most ha ő vitrinbe keresi, akkor nálam nem fog tudni megteríteni. Tehát, hogy így kezdődnek a problémák. De hát még tanulni kell neki. A kutatók nem sokára egy szakmai konferencián fogják ismertetni az eredményeket, és azt remélik, hogy a megoldással a háztartási robotok még hasznosabbá válhatnak a jövőben. Azért az hasznos lenne, azt gondolom, mindenkinek otthon egy háztartási robot, nem? Tehát amikor fáradt vagy, meg mit tudom én, meg hétvége van, és akkor csak akkor van időt körülbelül egyébként egy kis házi munkára, vagy ugye takarítani, vagy ilyenek, akkor most inkább pihennél, és a robot majd megcsinálja egy ilyen igazi, nem tudom, robot Juanita majd jön, és egy ilyen bejárónő feelinggel, majd ő szépen ámosogat, kitakarít, megterít, megfűz. Hát most miért ne? Tehát igazából pont ezek azok a robotfajták, akár humanoid formában is azok, amik szerintem a jövőben az emberek segítségére lehetnek, és ha nem is a munkát, de a házi munkát, azt szerintem igazán elvehetik mindenkit. Szerintem azért senki nem panaszkodna, nem? Még a házi asszonyok se, hogy esetleg megfőz helyette Juanita. Na jó van. Rendben. Még egy hír, ez pedig az iPhone-nal kapcsolatos. Úgy néz ki, hogy mégsem kap OLED kijelzőt az összes új iPhone. Piaci elemzők két okból is valószínűtlennek tartják ezt a pletykát. Most már hónapok óta keringenek a pletykák, miszerint az idén ősszel bemutatkozó három új iPhone okos telefon mindegyikébe OLED érintő kijelző kerülne. Az Apple már nagyon régóta minden telefonjába IPS panelt használ, az iPhone 10-es volt az első és az egyetlen olyan okos telefon, amelybe OLED került. Az IPS és az OLED közötti fő különbség, utóbbinak nincs háttérvilágítása, helyette a kijelző képpontjai saját maguk bocsátják ki a fényt, ha éppen szükség van rá. Ha nincs, akkor pont, hogy nem bocsátják ki, ezzel is sokkal több energiát spórolnak. A Bloomberg most végig kilincselt jó néhány köztiszteletnek örvendő piaci elemzőt, hogy mit is gondolnak arról a pletykáról, hogy lesz vagy nem lesz OLED kijelzős a következő iPhone készülék, mint kiderült, az elemzők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy az összes új iPhone OLED-et kapna, valószínűleg csak az iPhone 10 utódja fogja ezt a panelt használni. Az elemzők egyetértettek abban is, hogy két gond van a pletykával, egyrészt a gyártók messze nem lennének képesek az Apple számára szükséges mennyiségű OLED panelt előállítani, másrészt pedig az OLED jóval drágább az IPS-nél, ez utóbbi miatt pedig az iPhone 8, illetve 8 Plus utódjai esetében az Apple-nek le kellene mondani a némi profitról, vagy árat kellene emelnie, mindkettőt valószínűtlennek gondolják, mert így is túl magasak az Apple iPhone árak, tehát még jobban tovább emelik, akkor bizony még kisebb keresletre lehet számítani, már ugye az előző telefonok esetén is ez volt realizálható, tehát ez nem valószínű, hogy ezt a döntést fogja hozni az Apple, úgyhogy hát majd kiderül. Ezek csak jóslások, elemzések, majd szeptember környékén fog ez nagy valószínűség. Bár nem biztos, mert ugye most lesz a WWDC nem sokára, tehát ott még azért bejelenthetnek egy-két dolgot jövő héten valamikor. Úgyhogy most sok bejelentés lesz június elején is, tehát érdemes lesz fülelni majd a különböző gyártókat, hogy miket is mondanak ezzel kapcsolatban. Vagyis hát a bejelentés az kicsit erős, tehát nem bejelenteni fogják, csak lehet, hogy már mondanak róla egy-két infót. Jó, na hát nézzük a hozzászólásokat. facebook.com/fixhd. Én már itt lépek is be a Skype-ba is, ez tv.fixhd, ott is követhettek minket, illetve hát jelöljetek ismerősnek, ha még esetleg nem tettétek volna. No kérem, azt írja nekünk Zoli, hogy van kereső, ahol ellenőrizni lehet a bankszámla alapján, hogy melyik bankhoz tartozik, bankkereső. Igen, és tudom is, hogy azért a magyarországi bankoknak a bankszámláknak az eleje, az hasonló, vagy ugyanaz, azt hiszem legalábbis.
Tehát, hogy legyen az gyanús, ha ott valami teljesen más van, például ezért mondtam, tehát le kell ellenőrizni. Egyébként nekem például az én bankomban, én bankolok, ott automatikusan elkezdett beírni a bankszámlaszámot, és már ki is írja, hogy melyik bankhoz tartozik. Tehát még végig se írta, csak megvan az eleje, az első 8 szám, azt hiszem, az már beazonosítja, ezek az úgynevezett IBAN számok, tehát azzal is be lehet írni. Az már azt hiszem 40 talán Magyarországnak. Nem akarok hülyeségeket mondani, mert tényleg nem most fejből ilyeneket, de utána lehet ennek járni. Az a lényeg, hogy legyen meg a folyószámlaszám, amire utalsz, vagy bankszámlaszám, és azt ellenőrizd le mindegyes alkalommal, amikor az utalást küldöd, hogy tényleg arra küldöd-e. Jó? Tehát mielőtt rányomná, hogy oké, akkor előtte csekkold le, hogy tényleg oda megye. Tehát ne csak rutinból válogassuk ki, most ez tényleg fontos. Jó? De köszönöm szépen Zolinak, bankkereső.eu oldalon például ott, mert ezt le lehet ellenőrizni, bár nekem most speciál pont nem működik az oldal valamiért, de ez lehet, hogy az én hibám. Nem a Facebookkal vannak gondok, ha jól látom. Na mindegy, bárhogy Facebook link, és a Facebook nem tudja továbbítani a linket, hát az zseniális. Na mindegy, remélem azért hozzászólások működnek. Józsi viszont itt van velem Skype-on, úgyhogy akkor vele folytatjuk. Hello, Józsi! Halló, halló! Hallasz? Hát elég halkan, úgyhogy picit hangosíts magadon, kérlek. Ja, majd próbálok hangosabban beszélni. A Bluetooth-on döglött be ma délután. Aha. Valószínűleg egy Windows frissítést tettünk rá. Egyszerűen eltűnt, nem tudom bekapcsolni. Már hogy a laptopon a Bluetooth... Így van, osztom a képen, és megmutatom, hogy mit mutat nekem. Jó. Tehát van egy ilyen, tehát eltűnt a bekapcsolási lehetőség. Próbáltam sok mindent aktiválni. De ha egy troubleshootingot elindítok, akkor azt mondja, hogy nincs ilyen nekem. Uh-huh. Figyelj, gépet próbáltad újraindítani, ilyesmit? Ó, nem is egyszer. Meg a driveret is frissítettem. Az végigment a frissítés, nem történik semmi. És az eszköz kezelőbe csak a rejtett eszközöknél jelenik meg a Bluetooth. Tehát ha beállítom, hogy mutassa a rejtetteket, akkor ott megjelenik a Bluetooth, különben nem. De nem felkiáltó jeles, ugye? Egy felkiáltó jelesem lett az USB-knél, azelőtt nem volt. Aha. Hát ott valami, ez valóban driver hiba, vagy driver probléma. Ez milyen Windows frissítés volt simán csak, és azóta csinálja? Hát én nem tudom, hogy frissítette közben, de miután ez megtörtént, talán néztem, hogy van egy frissítés, volt valami frissítés, elég nehezen ment fel a frissítés, mert írta, hogy kikapcsolás és frissítés, és az állandóan háromszor, négyszer megcsináltam, mire aha, egyszer azt mondta, hogy most már friss. De hiba marad. Hát figyú, meg kéne nézni, milyen Bluetooth device van a gépedben, tehát ugye mi a pontos típusa Bluetooth-nak, és de laptopról beszélünk, vagy asztali gép? Így van, egy laptopról. Laptop. Akkor a laptopodnak a gyártójának az oldalára menjél föl szépen, és akkor ott a driverek között próbáld meg megkeresni a Bluetooth adapternek a driverét, és próbáld meg manuálisan föltenni. Megcsinálta, nem használ. Uh-huh. Figyú, akkor még nincs esetleg véletlenül billentyű kombináció a rádió kikapcsolására, vagy a Bluetooth külön kibekapcsolására a laptopodon? És nem lehet, hogy véletlenül kikapcsoltad? Mert az előbb láttam ilyet, hogy radio off, tehát hogy a Bluetooth radio turned off, tehát hogy ki van kapcsolva a rádiója, hát úgy nem is fog működni, ugye? Igen, itt van Bluetooth is turned off, tehát hogy ki van kapcsolva, vagy így nem van, lehet, de hogy... nincs egyetlen egy lehetőség, hogy bekapcsolja. Azelőtt itt volt itt egy lehetőség, hogy bekapcsoljam. Uh-huh. Az viszont eltűnt. Hát, mert valószínűleg valamilyen nem érzékeli ténylegesen. Tehát ezt kéne lecsekkolni, hogy fizikailag nincs olyan gomb a billentyűzeteden, ami meg a Bluetooth fogom nézni, kapcsolja. Aztán volt egy... Vagy BIOS-ba esetleg megnézni, mert lehet, hogy ott is ki lehet kapcsolni, aztán lehet, hogy valamiért ott van kikapcsolva. Más ötletem így nincsen, ami még lehet, csak az a rosszabbik, hogy tönkrement a Bluetooth adaptered. És azt honnan tudom meg? Mert épp az hát, hogyha egyáltalán nem látszik BIOS-ból sem, meg sehonnan, tehát azt kéne esetleg lecsekkolnod, itt megint az jön, hogy én legalábbis mindig ezt szoktam, hogyha valami Windows alatt valami kavarodás van hardveresen, akkor én fogok egy jó öreg Linux Live CD-t, vagy Live, hát én CD-nek hívom, de igazából pendrive, bebútolok mondjuk egy Ubuntu-t, és megnézem, hogy ott látszik-e. Mert hogy ott ugyanúgy működnie kéne a hardvereknek. Ha ott látszik, de a Windows-on nem, akkor biztos, hogy driveres probléma van. Ha ott se látszik, akkor meg fizikai probléma van.
Na most, hogyha ott látszik, és nekem kellene egy másik driver, nem az, ami Lenovo-nak az oldalán fönt van, akkor az hogy tegyen vissza? Egy régebbi driver kellene. Azért kéne megnézni, hogy milyen típusú pontosan, mert lehet, hogy a gyártó oldalon mondjuk lehet, hogy régi van fönt, de ha mondjuk valami általános, mit tudom én, Intel, vagy Atheros, vagy Broadband, vagy nem tudom, tehát hogy a chipset kifolyólag is megállapítható, vagy tudod, hogy pontosan milyen típusú, akkor a chipset gyártó oldaláról is le tudod tölteni, és ott nagy valószínűséggel frissebb van fönt. Vagy szimplán nyomogatod a Windowsnak a frissítést, hát ha ő maga megtalálja és elkezdi leszedni. Mert ez is simán lehet. Nekem egyébként 2 vagy 3 Windows nagy frissítéssel ezelőtt volt ilyen problémám, hogy pont a Bluetooth-szal nekem is, hogy ez nem akart működni. Nekem mondjuk fölismerte, de felkiáltójeles volt, és utána így pár nap után megoldódott. Tehát, hogy gondolom kiadtak hozzá egy javított drivert, a Windows letöltött, és annélkül, hogy észrevettem volna, ő fölinstalálta és működött. Én meg használtam egy fejhallgatót, és az közben ment az egész el. Aha. Hát figyelj, vagy beragadt valami, de tényleg. Tehát próbáld meg, hogy teljesen kikapcsolod a gépet, újraindítod, a fejhallgatót megpróbálod vele összepárosítani, hát ha, tehát... Ez nem engedi párosítani, mivel hogy ő azt mondja, hogy nincs is bekapcsolva. Illetve Windows azt mondja, hogy nincs is nekem Bluetooth eszközöm. Értem. Ezért mondom, hogy próbáld meg ezt így önmagában fölinstálni. Most nézem a képernyőt, azért bújok itt bele a gépbe. Qualcomm Aterosszal, ahogy látom. Yeah. Legalábbis ott látok egy ilyet. Pont a kurzor mellett, vagy alatt. Következő sor. Tehát az Ateroszt, ott van a chipnek a száma is. Menjél fel akkor az Aterosznak az oldalára, illetve a Qualcomm oldalára, és ilyet próbálj meg leszedni, egy ilyen ehhez való drivert. Mert volt egy ilyen, a neten találtam egy ilyen megjegyzést, hogy egyenként mindegyiket frissítsem, és amelyik a problémás, azt keressem meg, de mindegyik azt mondja, hogy a legújabb van rajta. Igen, sőt, igazából nem is felkiált, tehát hogy azért érdekes, mert ő jónak látja, tehát rákattintasz most erre a Qualcommra, akkor ki fog írni, gondolom, hogy az eszköz megfelelően működik, tehát hogy várjál csak, menj csak oda-vissza. General. This hardware is not connected to the computer. Tessék. Tehát az eszköz nincs hozzá kapcsolva a számítógéphez. Tehát fizikailag nem látszik valamiért. Én ezért mondom, hogy szerintem ott lehet, hogy valamivel ez ki van kapcsolva. Valami billentyű kombináció van, amivel ezt lehet, hogy ki lehet kapcsolni. Menjél le, kérlek, a jobb oldali sarokba, és ott nézd meg a Bluetooth adapteredet, hogy az értesítések menjél. Nézd csak, itt vannak ezek. Itt van 3 Bluetooth-om. Ez automatikusan áll. De ez más. Ez mi ez? Mi az audio gateway? Akkor egy support service. Jó, de ugye ez service, tehát ez csak a szolgáltatás. Tehát ha fizikailag nem látszik az adapter, akkor a szolgáltatás attól, hogy fut, attól még nem fog tudni használni. Jobb alsó sarokba az értesítési menüt, ha megnyitod, mondjuk a hálókártyára, vagy a wifi-re, ha rámész, nem látom, mert pont ott van a fejed, igen. És itt kéne lenni a Bluetooth-nak. Innen tűnt el. A wifi-re menj rá. A wifi-re, alul a wifi-re. Ott nincs olyan, hogy Bluetooth. Nincs. Pedig elvileg itt szokott lenni a Bluetooth. Vagy legalábbis nekem itt van általában. Nekem a Bluetooth az itt volt az előtt, ezek közt. Itt volt az egyiknél. Uh-huh. Ide volt kirakva. És innen fogta magát és eltűnt. Hát figyú, akkor valóban fizikailag nem látszik a Bluetooth. Azt nézem, hogy nekem itt van, de nekem sincs itt. Ettől függetlenül nekem működik a Bluetooth. Hát. Mert itt van a Bluetooth ikon. Maga. Hát akkor egy Linuxot rá fogok nyugni. Figyelj, ezt próbált ki, igen, mert most az a baj, ezt így látatlanban elég nehéz, már hogy itt most így ezzel itt el... Bocsánat, hogy ezt mondom, pöcsölhetünk még órákat, nem biztos, hogy ezt meg tudjuk így oldani. Esetleg az zavar, mert tehát azelőtt csak egy fejhallgatót használtam Bluetooth kapcsolattal, akkor most közben van egy hangszóró is, meg közben most attól rakott. Függ, milyen Bluetooth, mert ha 4-es szabvált, tehát Bluetooth 4.0-tól fölfelé több eszközhöz is lehet kapcsolni, tehát az nem zavarhat be fel. Általában 2-re csatlakozott rá. Uh-huh. Nem hiszem, hogy az zavarna be. Itt mondom, nem valamiért mondom, nem látja fizikailag. Újabban lett rátéve egy Chromecast-szerűség, de nem az, mert valami dongle, mert több mindent kezel. Uh-huh. De az futott normálisan, és ma egyszerűen fogta magát, az nem is ment rajta, és akkor... De az is Bluetooth-on megy? Vagy az... az nem, az Wi-Fi megy, nem? Hát nem tudom, milyen eszköz, de általában, ha ilyen streaming nem, eszköz, az akkor az Wi-Fi megy, igen. Aha, az Wi-Fi általában.
Jó, mondom, ezt próbáld meg, hogy másik, tehát mondjuk egy Linux-al megye, vagy ott van-e Bluetooth, meg csekkold a BIOS-ban is, illetve nézd meg, hogy a laptopod billentyűzetén van-e esetleg kikapcsolási lehetőség, mert lehet, hogy csak egyszerűen ki van kapcsolva fizikailag. Van, amelyik laptopon ki lehet. Jó? Jó. Megnézem, köszi szépen. Oké, köszi, hogy hívtál. Menjünk tovább, hívjatok bátran, ha van kedvetek. Azt mondja, hogy Attila, hello nekem a Lark Ultimate 10-et, mi? A Windows 10, mi az, igen, a 1803-as cseszte el a tapipadot, meg a kamerát. USB-nél sárga háromszög van. Várjál, kifutott innen. Csak a 1709-esre való visszaállítás segített, azon rendben működnek. Hát igen, ezt, gyerekek, igen, ilyen van. Van, ezt mondtam, hogy sajnos az ilyen nagy frissítéseknél néha elcsesződnek a dolgok. Két dolgot lehet csinálni, vagy várni, mert hát ha driveres probléma és majd orvosolják, vagy teljes tiszta telepítést csinálni. Mert hogy van, ami egy gépnek egyszerűen a frissítés nem old meg dolgokat, tehát hogy vagy elcsesz dolgokat, viszont a tiszta telepítéssel újra rakod a rendszert, akkor viszont működik. Tudom, mert most csinálok egy pár gépet én is, ami korábban Windows frissítés után meghűlt, és érdekes tiszta telepítése, meg tök jól működik. Tehát egyszerűen bármennyire is megint azt kell, hogy mondjam, kicsit egózva magamat, hogy én ugye azt kapásba azt szoktam ajánlani, hogy újra kéne húzni az egész gépet, ennek én se csinálom persze, mert nekem sincs erre időm, de hát sajnos ez a megoldás. Más gépén kénytelen vagyok ezt csinálni, mert tuti megoldja a problémát. Mondjuk nekem nem cseszett el semmit, tehát nincs vele gond, ha elcseszett volna, én is kénytelen lennék azt csinálni, hogy teljes újra telepítés, tiszta telepítése, gyalú, és mehet. Miért mutogattál? Telefonáló van? Vagy miért mutogatsz? Ja, jó, de jó. Na, menjünk tovább. Nekem se a Bluetooth, ezt, hú, de jó, most meg írtok, az tök jó. Már innen a sok emoji már komolyan agyam elszállt tőle. Azt mondja, hogy igen, tehát nekem se a Bluetooth, leírott, hogy milyen laptopról van szó, szaggat folyamatosan a hang, kábelen pedig egyből jó. Hát jó, hát a kábelen még jó, hogy jó. Hát hozzá... mi van, Balázs? Hát fölveszem én, nyugi. Kirántottam a fülemből ezt a mikrofont, szokatlan. Na kérem. Ne kotlok. Kotlok itt kérem. Na, tehát, igen, kábellel biztos jó, mert hát bekötött jack-kel, hát ott mi baj lehet. A Bluetooth-on a szaggatás az megint, igen, tehát ez lehet driver probléma, lehet valami rádió probléma, tehát az a frekvencia éppen valami nagyon használja, a Wi-Fi is ugye 2.4-et használ, Wi-Fi szennyezettség, bármilyen furcsa is, de be tudja zavarni a Bluetooth-t is. De ha van kapcsolat, akkor maga az eszköz működik. Az, hogy milyen minőségben működik, az megint egy más kérdés. Oké. Péter írja nekünk, szia Vendi, a mobilon jó pár rendszer alkalmazás leszokott fagyni, mikor ki szeretnék lépni belőlük. Például a Chrome állandóan ezt csinálja, de fordult már elő a YouTube-bal, Gmail-el is, de gyakran olyan is elő szokott fordulni, hogy a beállításokból, mikor vissza akarok lépni, a vissza gombbal lefagy, és csak a középső gombbal, ami vissza-vissza kezdő képernyőre enged kilépni onnan. Ez mitől lehet? Amit korábban Factory Reset, amit próbáltam Factory Reset, legújabb ROM újratelepítése a telefon beépített frissítőjével, és az adott alkalmazás gyorsító tárának, adatainak törlése, és itt leírod a mobilt, hogy milyen Xiaomi Android 7-es, fórumba is írtál, de nem tapasztaltak ilyen jellegű hibát. Azt gondolom, ha visszaküldöm szervizelésre, akkor a szerviz lehet, hogy nem is fogja megjavítani, mert azt fogják mondani, hogy szoftverileg van baja, és nem hardverileg, vagy az ilyen jellegű hibákat is javítja a szerviz. Előző romokkal is ezt csinálta amúgy. Az az igazság, hogy ilyet én is tapasztalok, kedves Péter, hogy néha egy-egy program fogja magát, és úgy nem válaszol. Szerintem ilyet mindenki tapasztal. Sajnos
Sajnos vannak ilyen problémák. Ez általában azért van, mert ugye többféle Android van, többféle API van, és ugye úgy próbálják megírni a különböző applikációkat, hogy mindennel kompatibilis legyen, olyat meg nem lehet csinálni. Millió meg egy gyártó, millió meg egy Android verzió már, visszafele kompatibilissé tenni, előrefele kompatibilissé tenni, és egyre gyakrabban tapasztalok én is ilyet, bizonyos alkalmazás. Nem minden csinálja ezt, de van, hogy nekem is. Maga az Android csinál ilyet, például a beállítások menü. Igen. Sőt, van olyan, feloldom a telefont, és nincsenek ikonjaim. Tehát semmi. Újra bezárom, újra feloldom, és vannak ikonjaim. Nem tudok rá mit mondani. Egy idő után én is csak a factory resetet tudom mondani, illetve az, hogy igen, tehát a gyári rendszer visszaállítás, az időnként nem árt a telefonoknak. Én egy fél évet csináltam körülbelül, egy ideig gyors is volt a telefonom utána. Hát most, hogy eltelt fél év, most már megint ugyanolyan lassú, mint előtte volt, tehát majd megint elkezd játszani. Csak hát ugye ez is megint mennyi idő, alkalmazásokat visszapagolt, mindenbe visszajelentkezgetni, blá, blá, blá. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez van. És még mielőtt itt bárkinek, hogy no, bőzög az iPhone ilyet nem csinál, de az iPhone is csinál ilyet. Tehát, hogy minden rendszer csinál ilyet. Természetesen minél gyorsabb úgymond a telefonod, minél erősebb a telefonod, annál kevésbé veszed ezeket észre, mert gyorsabban történnek meg a dolgok. Gyorsabban is száll el egyébként, de gyorsabban helyre is jön. Nem tudsz ezzel igazából mit csinálni. Az, amiket itt leírtál, én is csak ezeket tudnám javasolni. Gyorsítótárak kiürítése, program eltávolítása, visszapakolása, de hát mondjuk a beállításoknál, ha csinálja ezt, ott mit távolítasz el? Tehát a Google szolgáltatásokat lehet esetleg eltávolítani és visszapakolni, mert az talán lehet, hogy van köze hozzá. Ennyi. Illetve lehet, hogy bizonyos programokkal összeakad. Mert vannak olyan alkalmazások, amik egymással is össze tudnak akadni. Újra kell indítgatni a telefont időnként. Ezeket tudom így javasolni, mert sajnos egyébként az is megoldja a problémát. Sokszor. Nem tudom, hogy újra szoktad-e indítgatni a telefont. Én, ha elkezd a telefonom laggolgatni, akkor az első, hogy újraindítom. És utána általában 99%-ban megoldódnak a problémák, elfogy a memória, rossz a memóriakezelés, stb. Stb. Na, és Laca így a végére. Szia, Laca! Gyorsan, mert egy percünk van. Szia, üdvözlöm a tévénézőket is. Visszatérve a banki témával kapcsolatban, mint felvetettél, igen? Hogy én szoktam utalni interneten keresztül, mert én interneten keresztül szoktam így utalgatni, igen? És én is meg szoktam nézni a számlaszámot, mielőtt átutalok bárhova bármit, hogy tényleg oda utalom, ahova utalom, mert előfordulhat az olyan, amit te is mondtál, hogy ha véletlenül nem csekkoljuk le, hogy milyen számlaszámra utaljuk, akkor bizony máshova is elmehet. Igen, hát pontosan, ez úgy amúgy is, velem már fordult el olyan, hogy rossz bankszámlaszámra utaltam valamit, amúgy is, de itt meg, ha hiába van jó bankszámlaszám beírva, ugye ez a bizonyos kártevő, ez fogja, és a háttérben szépen ugye a scriptből átírja, és igazából te észre se veszed, mert ez a háttérben történik, csak úgy veheted észre, vagy úgy tudsz ellene tenni, hogy bizony, mielőtt rányomnál az utalásra, megnézed, hogy tényleg az-e a bankszámlaszám. Más megoldás nincsen. Igen, ja, igen, jó van. Visszatérve a e-mailekre, igen? E-mailekkel kapcsolatban, én is kapok az bankomtól egy e-mailt, mert szerződés kötöttem a bank, igen? Olyan szerződés, hogy különböző mint olyan felületek, ilyen online utazási iroda, meg ilyesmi, uh-huh. Hogy kedvezményeket kaphatok, ha igénybe veszem. Aha, tehát ilyen hírlevelet küldhetnek akkor neked kicserébe, hogy értem. Én is leszoktam azt is csekkolni, amit te mondtál, hogy azt is óvatosan kell megnézni, hogy tényleg a bankunk küldte el, vagy azt az értesítőt, mert ahogy mondtad, azért is óvatosan kell bánni. Így van, főleg a mellékletet, mert most önmagában egy e-mail az olyan nagy bajt nem okozhat, csak a melléklet, tehát a tartalmaz egy olyan mellékletet, ami esetlegesen ugye letöltöd a gépedre, egy PDF-fájl, vagy doc-fájl, vagy tök mindegy, vagy valami kép, vagy bármi, az már gyanús lehet, vagy akár az abból már bajok is lehetnek, tehát azért fontos, hogy először csekkoljuk le, hogy honnan jön az e-mail. Jól van, Laca, le kell, hogy tegyük, mert vége a műsornak. Köszönöm, hogy hívtál. Hello, hello. És hát mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Eddig tartott ma a Restart.
találkozunk holnap. Szevasztok!